Magazinműsorunk második felében Nagy Zoltán alezredes volt stúdiónk vendége, akivel arról beszélgettünk, mennyire érdemes manapság katonának állni. Stúdiónk vendége ez alkalommal Nagy Zoltán alezredes, aki a Debrecenben működő katonai igazgatási központjának parancsnoka. Kedves csókom, köszöntöm a kedves nézőket! Azon apropóból a vendégünk, és nagyon örülünk neki, hiszen már régen járt nálunk, hogy egy nagyszabású rendezvény van Hajdúszoboszlón, Irány a sereg címmel kaptuk mi is ezt a plakátot, illetve találkozhattak szoboszlóiak is ezzel. Milyen céllal toboroznak, vagy kedvet szeretnének csinálni a fiataloknak ismét a hadseregbe való belépéshez? Természetesen, hiszen 2001 óta folyamatos a toborzás a Magyar Honvédségben, akkor már a magyar haderő készült az önkéntessé történő átalakulásra. 2004-ben, miután leszereltek az utolsó sorkatonák a laktanyákból, azóta a Magyar Honvédség a munkaerőpiacról szerzi munkavállalóit. A Magyar Honvédség is meg kell küzdjön a szükséges felkészültségű, összetételű, létszámú munkaerőért, illetve természetesen a megszerzett munkaerőt, akit drága pénzen felkészítünk, kiképezünk, és szükséges megtartanunk. Nos így, azóta folyamatos a katonai toborzás, a katonai toborzó irodák létrejötte óta, a katonai toborzó szakemberek kiválogatása, felkészítése óta rendszeresen részt veszünk minden olyan eseményen, rendezvényen, ahol a célcsoportok jelen lehetnek. Ez az esemény egyébként nem egy meghívásnak köszönhető, hanem a várossal közösen, a település önkormányzatával együttműködve szerveztünk egy nagyszabású olyan katonai rendezvényt, ahol nem csak a katonákat akarjuk megmutatni, hanem a város sportegyesületei, kulturális egyesületei is bemutatkozhatnak. Így mondhatjuk, hogy egy katonai sport és kulturális eseményre kerül sor, ahol mindenki megtalálhatja abban a néhány órában a kedvére való elfoglaltságot, hasznos időtöltést. Az önkéntesség, ez egy nagy vízválasztó szó, kifejezés a fiatalok számára, tehát azért sokan emlékeznek arra, hogy egy rossz volt, be kellett vonulni, kötelező volt. Ma már azért látjuk, hogy nagyon sok fiatal kedvel, és célirányosan jelentik ki akár gimnazistaként is, hogy katonaként szeretne dolgozni. Tehát ma mi az, ami rendszer felépül, amiért vonzó ez a fiataloknak, mi a belső élet? Tehát milyen a belső élet? Igen, ez mindenféleképpen egy fontos vízválasztó, hogy tetszett említeni. Azt azért el kell mondanom, hogy évente 2000-2200 fő érdeklődő fordul meg toborzó irodánkban, Hajdú-Bihar megyei irodában, Debrecenben. Azért ez egy nagyon nagy létszám, lehet látni, hogy sokan érdeklődnek a katonai oktatási intézmények által nyújtott képzési paletta iránt, illetve a Magyar Honvédségben vállalható katonai szolgált formák iránt. Ma már katonaként lehet szolgálni, hivatásszerűen katonaként élni, ugye szerzős katonák szép számmal dolgoznak a megyénkből a laktanyákban, illetve tartalékos katonaként is kipróbálhatja mindenki magát, aki civilként, civil hivatása megtartása, vagy a tanulmányai folytatása mellett szeretne részt venni a honvédelem ügyében. Így aztán azt kell látni, hogy megyénkből mintegy 1900 fő az, aki az elmúlt másfél évtizedben munkát vállalt a Magyar Honvédségben, és szerzős katonaként teszi a hétköznapokban a dolgát. Azt is meg kell említenem, hogy 1070 főnyi az a létszám, aki ebben az időszakban oktatási intézményekben, az Artiszti Akadémiára, illetve a ma már a Nemzeti Közszolgált Egyetem hadtudományi és honvédtisztképzőkarán folyó tisztképzésre adta be jelentkezését megyénkből. Tehát azt lehet látni, hogy a hagyományokhoz méltóan ebben az ország részben, megyénkből, a régióból nagyon sokan érdeklődnek egyrészt a honvédelem ügye iránt, másrészt nagyon sokan szeretnék egyenruhásként szolgálni az állampolgárokat, az országot. Mit mondhatunk, megfelelő most a létszám, vagy azért még szükség van a fiatalokra? Vagy mindig szükség van, mindig várunk jelentkezőket. Én arra ösztönzök mindenkit, hogy akiben csak felmerül egyszer is néhány kérdés, vagy érdeklődik egyáltalán a laktanyákban folyó munka iránt, akkor vagy próbálja ki magát tartalékos katonaként, hiszen ezt tét nélkül megteheti. Önkéntes tartalékos katonai szolgálatról beszélünk, amit addig vállal a jelentkező, amíg az élethelyzete lehetővé teszi, tehát bármikor felmondhatja,
és azt gondolom, hogy a hivatását megtartva is tudja ezt a szolgálformát vállalni. Aki pedig komolyabban érdeklődik és hivatásszerűen szeretne katonaként élni, szereti a kihívásokat. Szeretné egyébként a családjának egy stabil egzisztenciát, egy felépíthető karriert látni maga előtt, azt gondolom jó helyen jár a Magyar Honvédség tobozódáiban. Aki esetleg amellett dönt, hogy elszegődik a honvédséghez, de valamiért mégis úgy dönt, hogy a kötelékből szeretne kilépni, erre van lehetősége, akár 5-10 év után is? Természetesen. Tehát ahogy a beszélgetésünk legelején felmerült, a katonai szolgálat bármely formája ma már önkéntes vállaláson alapul. A tartalékos szolgálat formánál fontosnak tartom megemlíteni, hogy az önkéntes szerveződésen alapuló Magyar Honvédségnek önkéntes tartalékos ereje már jó pár éve van. Legutóbb 2011-ben került modernizálásra, átalakításra ez a rendszer, és most egy új elemmel bővítve újrafejlesztésen dolgozik a katonai vezetés. A fejlesztés lényege, hogy ma már terület alapon szervezve hoznak létre tartalékos erőt. A cél az, hogy minden magyarországi járásban legyen egy felkészített, kiképzett katonai erő, tehát helyi szinten is alkalmazható, felkészült tartalékereje a Magyar Honvédségnek. Így ezzel az új szolgált formával is szeretnénk megmutatkozni a rendezvény keretein belül, szeretnénk erre az új szolgált formára is felhívni az állampolgárok figyelmét, és legfőképpen tájékoztatást szeretnénk adni mindenkinek arról, hogy milyen sajátosságai vannak ennek a szolgált formának, és milyen körülmények között tudja vállalni bárki egyébként, aki betöltötte a 18. életévét, magyarországi lakóhelyen rendelkezik, büntetlen előélet, és legalább a 8 általános végzettsége megvan. Mindenkinek tudunk, aki egészséges, ebben a rendszerben munkát, beosztást, lehetőséget biztos, hogy kipróbálhassa magát, hogy részt vehessen a honvédelem ügyében. Akkor már a belépési feltételekről is hallhattunk. Ennyi összesen, aminek meg kell felelni, illetve milyen rostán kell még átesni annak, aki csatlakozik a honvédséghez? Aki a Magyar Honvédségnél szeretne katonai szolgálatot vállalni, a katonai szolgálatokra a Magyar Honvédség alkalmasságvizsgáló intézetében kerül sor a pályázók alkalmasságának megállapítására. Egyetlen kivétel van ez alól, a jelenleg alakuló tartalékelőbe kerülő tartalékos katonák, akiknek a házi orvosi rendszerben úgynevezett foglalkozás egészségügyi vizsgálattal fogják megállapítani az alkalmasságát. Természetesen őnek is a valódi alkalmasságára a Honvéd Kórházban kerül pecsét, de a pályázóval jelentkező személyes megjelenésére már ott nem lesz szükség. Akiben felmerül a legfontosabb kérdés, milyen juttatásokra számíthatnak azok, akik ott dolgoznak, akár a kezdeti időszakban, illetve a fellebbmeneti rendszerben, hogyan nő a katonaságnál most a bérezés? A Magyar Honvédség katonái, a Magyar Honvédség munkavállalói illetménye, illetve a különböző juttatásai jogszabályban vannak rögzítve. A Magyar Honvédség katonái a rendszeres juttatások jövedelem mellett béren kívüli juttatásokban részesülnek, és a tartalékos katonákra is jellemző, hogy amikor ténylegesen szolgálnak, akkor az illetményen felül élelmezési, ruházati ellátást, a szükséges felszerelést, elhelyezést biztosítja a Magyar Honvédség részükre, illetve a munkába járással kapcsolatosan felmerülő költségeket is megtéríti. A Magyar Honvédség katonáiról, szerződés és hivatás katonáiról pedig el kell mondani, hogy a 2015-ös év közepétől akkoriban egy átlagosan 30%-os béremelés mellett 2019 évig minden év első napjától 5%-nyi béremelést kap a katonállomány, így ma már el kell mondani, hogy versenyképes, és mondhatom, hogy ez nem egy marketing szöveg, hanem valóban versenyképes jövedelemért dolgoznak a katonák, tisztes fizetésük van, és ahogy már a beszélgetésben is felmerült, egy belátható olyan karriert láthatnak maguk előtt, amiért tisztességes munkával, folyamatos tanulással a katona önmaga is tehet egy cél elérése érdekében. Alezredes urat én már jó régen ismerem, de azt nem tudom, hogy hány éve szolgál katonaként. Én és akkor egy kicsit, bocsánat, tekintsünk már be a mindennapjaiba a katonának, hogy mindig olyan fényes, mindig olyan jó, vagy hát mivel találkozhatnak mégis, aki oda megy dolgozni.
Én 1984-ben érettségiztem, akkor vonultam be a katonai főiskolára katonai tanulmányok folytatása érdekében. Én műszaki szakon tanultam, rádiótechnikai, tehát radarmérnöki végzettséget szereztem, és a 3 éves képzést követően avattak föl hadnaggyá, akkor lettem a Magyar Honvédség tisztje. Szóval 87 óta, azaz az idén 30 éve lesz nyáron, hogy a Kossuth téren megtörtént az avatás, és azóta szolgálok hivatásos katonaként a Magyar Honvédség alakulatainál. Azt kell mondjam, hogy kihívásokkal tele 30 év van mögöttem. Nagyon szeretem, nagyon élvezem a munkámat. A hétköznapokban gyakorlatilag megteheti az ember azt, hogy délután felkészülve a következő napi kihívásokra egy tisztességes megélhetést tud biztosítani a családjának, és igazából egy kiegyensúlyozott életet tud élni akkor, ha valaki felkészült katonaként tisztességes munkával szeretné a hétköznapjait tölteni. Volt-e olyan időszak az életében, amikor úgy gondolta, hogy nem jó pályát választott, vagy ez mindig erre készült, illetve hát, hogy a család hogy viszonyul ehhez? Hát hál' Istennek nem volt olyan időszak, amikor azt gondoltam volna, hogy nem jó pályát választottam, hiszen a katonára az jellemző, hogy a munkavégzés mellett folyamatosan lehetőséget biztosítanak, hát gyakorlatilag igény is felmerül a katonával szemben arra, hogy tanuljon. Így aztán a továbbtanulás, az egyetemi képzés mellett nyelvtanulásokban, tehát nyelvképzésekben vettem részt, és ma már azért olyan kihívások vannak a katonának, ami mindig-mindig megújítja a hétről hétre, hónapról hónapra, de mondhatom, hogy évről évre meg kell újulni és fejlődni kell, kell egy ilyen igény legyen. A családra pedig én csak azt tudom mondani, hogy családom egyetlen tagja soha nem panaszkodott, hogy neki bármilyen gondja lenne azzal, hogy az apa, a családapa vagy a férj katona. Én úgy gondolom, hogy a szülők, a családtagok büszkék arra, hogy a család egyik tagja katonaként szolgál a Magyar Honvédségben 3 évtizede. Egyik tagja akkor esetleg gyermekei között nincsen, aki katona lenne? Nem tudom, hogy fiú-lány gyermeke van-e? Nem szeretnék olyanba menni, ami kényes esetleg? Lányaim vannak, de lehet, hogy lesz még közülük, aki katonaként fog szolgálni, de ma még nincs a családban. Támogatná? Igen, természetesen. Nem lenne hiteles. Egyébként ő maga sem fogadná szívesen, hiszen nem lenne hiteles részemről egy lebeszélő kampány, hiszen a toborzásért legionális szinten én vagyok a felelős, 30 éve katonáskodok. Azt gondolom, hogy inkább az ellenkező oldalon lehet hiteles valaki, ha tényleg azt mondja el, hogy miért is jó ez a katonai szolgálat. Zászlóként milyen buzdítással élne a fiatalok felé? Természetesen azt szeretném elmondani a továbbtanulás, a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, de egyébként a középkorú, az idősebb korosztálynak is, hiszen ma már az öregségi nyugdíjkorhatárig lehet bármely szolgálatformát vállalni a Magyar Honvédségnél. Egy fontos dolog van, hogy fizikai, pszichikai, egészségi állapotnak meg kell felelnie a minimális szintnek. Én csak arra buzdítanék bárkit, hogy mindegy, hogy milyen oknál fogva, ha érdeklődik a honvédelem iránt, a katonai szolgálat lehetősége iránt, akkor keressen bennünket. Számos elérhetőségünk van, személyesen meg lehet találni Tobozorodánkat Debrecenben. Évtizedek óta ugyanott működik a Magyar Honvédség 6 kiegészítő szerve. Azon kívül pedig telefonon, e-mailben is sorolhatnám. De ma már a tartalékos szolgálatra például a települési önkormányzatoknál is lehet regisztrálni. Tehát az a cél, hogy az ügyfeleknek minél egyszerűbben el lehessen érni az információkat. A tartalékos szolgálatnál is talán nem nagyon tudom kikerülni, hogy mi nem szeretnénk erre bárkit rábeszélni. Azt szeretnénk, hogyha minden állampolgár helyi szinten hallana róla a településeken, a járásokban, hogy ilyen lehetőség van, hogy egy újszerű szolgálatformára lehet jelentkezni, és anélkül, hogy hosszabb időre településről elszakadjanak, részt vehetnek a honvédelem ügyében, azon túl pedig mindössze 20 napi kiképzésre várjuk őket éves szinten. Belső rendszer állandó, vagy vannak esetleg alakulások, változások? Természetesen, mint minden, nálunk is a változás azért természetesen alkalmanként előkerül, hiszen szükséges mindig az új típusú kihívásokhoz, mindig a felmerülő feladatokhoz hozzá alakítani a rendszert. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Máskor is fogunk szerintem még beszélgetni, hiszen már többször találkozhattak velünk
a stúdióban, és személyesen is. Köszönöm szépen!